Az illegális, vagy ahogy a manapság egyre többen nevezik, a megélhetési migráció drasztikusan érinti a szerb-magyar határszakasz menti települések lakosságát, főleg a tanyákon élőket. Mindennapos, hogy az olykor 50-100 fős főként koszovói menedékkérők ingatlanokba is betörnek, és éjszaka is megzavarják a magyar lakosság nyugalmát. Mindezeket a sérelmeket most egy lakossági fórumon oszthatták meg az érintettek Morvai Krisztina európai parlamenti képviselővel, aki három napot töltött Ásotthalmon. Az Európai Parlament sokat foglalkozik a bevándorlás kérdésével, de azt, hogy ez Magyarországot is ilyen mértékben érinteni, azt eddig senki nem tudta. Én se tudtam egészen addig, amíg egy ásotthalmi lakos nem írt nekem panaszos levelet, amiben előadta azt, hogy ellehetetlenült az ásotthalmi és környéki embereknek az élete, arra tekintettel, hogy a tanyavilágba, a tanyákba, a folyamatosan a schengeni határokon át korlátlanul és ellenőrzés nélkül átáramló tömegek behatolnak, ott félelemben tartják a tanyasi lakosokat, az elhagyott tanyákba félig-meddig beköltöznek, ott tüzet raknak. Nem a morahalmi és az ásotthalmi embereknek kellene ennek a terhét viselni. A lakosok egyre türelmetlenebbek, nagyon sok kisebb, nagyobb problémát okoznak a migránsok az itt élő homokhátsági embereknek, és Morvai Krisztina fölhívott, miután kapott egy lakostól egy ilyen levelet, és érdeklődött arról, hogy mi van itt, és én javasoltam neki, hogy jöjjön ide. És három napra most ide költözött, és három nap alatt egy kamerával, egy operatőrrel folyamatosan járja a vidéket, beszélget illegális határsértőkkel, beszélget ásotthalmi lakosokkal, próbál beszélni a rendőrökkel is, mezőrökkel, és egy komplex képet próbál kialakítani a helyzetről magában, és ígérete szerint európai parlamenti képviselőket fog invitálni pártállástól függetlenül, illetve egy nemzetközi csapatot is szeretne az Európai Parlamentben összeszedni, akiket elhozna ide, hogy megismerjék ezt a helyzetet, mert nemhogy Nyugat-Európában, de még Budapesten sem tudják elképzelni, hogy mi van itt nálunk. Van egy 90 napos kislányunk, és nem tud aludni, mert a kutya állandóan őrjünk a három között elvonuló csapatok miatt. Párom becsukta a kutyát délután, sötétedés előtt egy kicsivel a garázsba, hogy addig csend van, a kutya békén van, és ahogy éppen csak besötétedett, tehát vagy szürkület volt erősen, dörömbölnek a konyhánk ablakán, de mondanom kell, hogy két kerítésen át kellett, hogy bejussanak az udvarba, mert az útterül van egy, meg azon még 100 métert föl kell gyalogolniuk, és a belső udvarnak a kerítésén is sötét, minden valami módon fölnyitották, bent vannak, és dörömbölnek a konyha ablakon. Védeni szeretnénk Ásotthalmot mi is, azok ellen, akik jönnek. Személy szerint semmi probléma valóban nincsen, addig, amíg nem okoznak semmit. Valóban egy kicsikét rámenősek és megállítják az autókat, az enyémet is, hogy ez taxi ér. Mikor látják, hogy nem taxi, meg nem viszem sehova, merre van Budapest, merre van Szeged, kérdezik, elirányítjuk. A jogkövető magatartással bíró személyek jegyet vesznek, bérletet váltanak. Ha feljutnak, akkor nyomorognak, ha nem jutnak fel, akkor migránsokkal megy tele a busz egész Szegedig. Azt látom, ami nap mint nap itt végig megy a faluba, azt tudom, a családom az ugyanazokon a buszokon utazik, amelyikeken a migráció részvevői, a migránsok. Személy szerint én megértem őket, de erre azért kormányzati megoldást kellene, mert ez így nem jó senkinek. Nagyon megható az, hogy az ásotthalmi emberek többsége elmondta azt, hogy talán a legeslegnagyobb teher, amit ez az egész jelenség, a migráció, menedékkérés, határsértés, tömeges határsértés jelent számukra, az, hogy pici gyerekekkel, gyakran csecsemőkkel, elcsigázott, félig megfagyott, rossz állapotban lévő gyerekekkel jönnek ide a migránsok, és a helyi lakosok azt élik meg, hogy szomorú ez a látvány, a szívük megszakad, de hát ők nem tudnak segíteni napi 500, 600, 800 vagy éppen 1500 emberen, mert a saját erőforrásaik arra sem elegendőek, hogy saját magukat ellássák. Jellemzően azt gondolom, hogy ez egy ilyen magyar sajátosság, hogy a magyar az egy jószívű, együttérző ember, és valóban itt valamiféle humanitárius katasztrófa is zajlik, amiről nem beszélnek. Morvai Krisztina vette a fáradtságot, eljött, hogy itt a helyszínen az emberekkel és a migránsokkal beszélgetve egy komplex kép legyen a fejében. Én bízom benne, hogy ez egy folyamatnak a kezdete, és én hívok nagy szeretettel pártállás nélkül, nemzetiség nélkül európai parlamenti, illetve országgyűlési képviselőket ide Ásotthalomra, hogy tájékozódjanak a helyzetről.